Elérkeztünk az utolsó elméleti anyagunkhoz, a számítógépes képfeldolgozás területén. Itt is egy prezentációt fogunk látni. A képtömörítés fájlformátumokról kell beszélnünk, amely szintén egy olyan háttérismeret, aminélkül nem igazán lehet hozzáfogni a munkához. Mindannyian tudjuk, gondolom, hogy a legtöbb digitális képformátum az tömörített állomány. Nézzük meg, mi áll ennek hátterében. A digitális kép általában igen nagy, ugyanakkor egy rendkívül redundáns adathalmazként fogható fel. Képtömörítése nem méretcsökkenést, hanem a tároláshoz szükséges adatok számának a csökkentését jelenti. Továbbá létezik veszteségmentes és veszteséges képtömörítési eljárás is. Veszteségmentes tömörítés. Az eredeti kép által reprezentált információ teljes egészében megmarad ebben az esetben. Ennek a jellemző képformátuma a GIF kiterjesztés, mely esetében Lempelsiev algoritmust alkalmazunk a tömörítésnél. Más formátumok pedig az úgynevezett Huffman-kódolást használják. Ez a fajta állománytípus az ábrák, határozott kontúrokkal rendelkező grafikák esetében hatékony, képek esetében ezzel a tömörítési eljárással maximum kétszeres tömörítési arány érhető el. A veszteséges tömörítés. Tömörítési aránya elérheti a 20-30-szoros értékeket is. Jellemző képviselője a JPG vagy JPEG formátum, mely lehetővé teszi a 100:1-hez arányt, de szinte észlelhetetlen minőségbomlással is a 10:1-től 30:1-hez arány érhető el. Ez szabvány úgynevezett diszkrét koszinusz transformáción alapuló képtömörítési eljárás, mely RGB színmód helyett YUV színrendszert használ. Nekünk, számunkra a veszteséges tömörítés a fontosabb, úgyhogy ezzel kell majd foglalkoznunk. Ilyen eljárásokat már nagyon régóta alkalmaznak a képtovábbításban, példa erre a televíziós műsorszórás. Láthatjuk a macinak, a örvösmednének a képét, hogyha erre a területre, téglalapalagú területre jó nagy nagyítással ránagyítunk, akkor láthatjuk, hogy bizony ez a terület pixelekből, képpontokból épül föl, amely pixelek általában négyszög alakú képpontok. Ez a téglalapalagú terület például egy ilyen pixelhalmazból áll. A képmanipulátor programok mindegyike színmódokat, színmodelleket használ. Ezen színmódok, színmodellek megismerésével folytatjuk ismerkedni. A HSB modell. Az emberi szem színérzékelésén alapul. A színezet jó egy tárgyon keresztül jövő vagy róla visszavert fény hullámhossza. A színezetet a szín neve alapján azonosítják, például vörös, narancs vagy zöld. A telítettség, saturation vagy chroma, a szín erőssége és tisztasága. A telítettség a szürkének a szín árnyalatához viszonyított aránya százalékban mért értéke. 0% szürke és 100% a teljes telítettség között mozoghat. A fényerő vagy brightness a szín relatív világossága vagy sötétsége százalékban mérik, 0% a fekete és 100% a fehér között. Ez a modell szerepelhet HSV modellként is, általában így is használatos, különösen a GIMP-nél, ekkor a V betű a value értéket jelent. Például a GIMP esetében, a színes képek esetén az indexelt HSV üzemmódot használjuk a legtöbbször. Vizsgáljuk meg először, hogy milyen volt az eredeti kép, amit az előbb láttunk az örvös maci esetében. A RGB 8 bites kép. Az RGB az a Red Green Blue-nak a rövidítése, az azt jelenti, hogy mind a három alapszínből 8 bit mélységű tárolás történik. A
nagyon jól ismert Photoshop üzemmódjait láthatjuk ezen a kivetített képen. Bitmap, tehát a bittérképes, a szürke árnyalatos és a többi üzemmódot alatta. Az előző képen látható volt az RGB színmód, úgyhogy most erről kell részletesebben beszélnünk. Az RGB színmód az emberi szem színérzékelésén alapul. Az RGB képek három szín használatával állítanak elő 16,7 millió szint a képernyőn. Az RGB képek három csatornásak, vagyis 24, tehát 83 bitet tartalmaznak pixelenként. Komponenseket nevezzük alapszíneknek. Vörös, zöld és kék, red, green és blue. Ebből adódik a színmód elnevezése. A három alapszín keveredésekor másodlagos színek keletkeznek, cian, bíbor, vörös és sárga. Mivel az alapszínek keveredése fehéret eredményez, ezért ezt az üzemmódot additív vagy összeadó üzemmódnak is nevezzük. Itt látható a RGB színkör és az RGB színkör két színéből megkapjuk a másik színmódot, majd a később a következő dián látható CYMK színmód színeit, ezeket komplementer színeknek nevezzük egyébként, és középen ugye a három alapszín keveredéséből megkapjuk a fehéret. Ezt az üzemmódot a legtöbb képmanipulátor program felismeri, illetve használja, úgyhogy mindenképpen ismernünk kell. A bitmap mód, bittérképes üzemmód, az ilyen kép egybites színekből áll, fekete vagy fehér, a legkevesebb tárhelyet igényli. Ezt az üzemmódot is ismeri általában mindegyik képmanipulátor program. A szürke árnyalatos mód pixelenként 8 bitnyi információt hordoz, és a szürke 256 árnyalatával jeleníti meg a képet. Lehet látni, hogy élesség szempontjából gyakorlatilag nincs különbség az RGB és a szürke árnyalatos üzemmód között, csak a három szín helyett tulajdonképpen egy színnel dolgozik. CYMK színmód. Üzemmód. Nyomdai színbontásokban 4 színcsatornát használnak, amelyek összesen 32-84 bitet tartalmaznak pixelenként. Elméletben a tiszta cián, a bíbor, vagyis a magenta, és a sárga, vagyis a yellow festőanyagok összetétele elnyeli az összes színt, és feketét kellene kapni, ezért ezeket a kivonó színeknek is nevezzük. Igen ám, de a nyomdafesték szennyeződéseket tartalmaz, így sáros-barna szín jön létre keveredéskor. És ezért fekete festékkel kell tovább keverni, erősíteni ezt a bizonyos színnyomást, ezért lesz CYMK üzemmód a CMY-ból, ami egyébként lenne CYM. Igen. Egy szint használ a kép előállításához. Következő üzemmódunk a nyomdászatban használt üzemmód. A CMYK színmód. Nyomdai színbontásokban 4 színcsatornát használnak, amelyek 32-84 bitet tartalmaznak pixelenként. Elméletben a tiszta cian, a bíbor, vagyis a magenta, és a sárga, vagyis a yellow festőanyagok összetétele elnyeli az összes színt, és feketét eredményez. Ezért hívjuk kivonó színeknek is ezeket a színeket, pontosabban ezt az üzemmódot. Igen ám, de a nyomdafesték, illetve hát a
festők által is használt falfesték is szennyeződéseket tartalmaz, így sáros-barna szín jön létre ezek összekeveredésekor, és ezért szükséges a nyomdászatban egy újabb szint, egy negyedik szint, a feketét is hozzákeverni a színekhez, ezért hívják ezt a fajta színnyomás négy színnyomásnak, amely a mai nyomdászatban egyeduralkodó és teljesen elterjedt. Nézzük a CMYK színmódot. Láthatjuk ezt a színkört, amely színkör a két szín, a két alapszínének metszés pontjai metszeteiben tulajdonképpen kiadja a additív színkör alapszíneit. Középen pedig érzékelni lehet, hogy azért ez teljesen nem adja ki a feketét, ezért tényleg szükséges hozzákeverni még a negyedik szín összetevőt. Következik a lapszínmód. Lapképek három komponens segítségével jelenítik meg a színeket, tehát három csatornás képek, amelyek összesen 24, vagyis 3x8 bitet tartalmaznak pixelenként. Eszközfüggetlenné alakították ki őket, vagyis állandó színeket produkálnak, akár mi legyen is a kimeneti eszközük, akár nyomtató, monitor vagy szkenner, minden esetben eszközfüggetlen színeket produkálnak. Összetevőik a következők, a fényesség vagy luminencia és krét kromatikus összetevő, a vörös és a zöld közötti átmenet és a kék és a sárga közti átmenetet képviselő két érték. Ez a három összetevő, ebből áll össze a lapszínmód. Színterek és színcsatornák következnek. Valamely színrendszer színtere, micsoda, ez egy olyan fogalom, amely a következőt jelenti. A megjeleníthető és a nyomtatható színek összességét nevezzük színrendszernek. A lab színrendszernek van a legszélesebb, tehát a lab üzem színmódnak van a legszélesebb színrendszere, és a CMYK-nak van a legszűkebb színrendszere. Minden Adobe Photoshop, illetve GIMP kép egy vagy több színcsatornából áll, mely a kép színeleimmel kapcsolatos információkat tartalmazza. További csatornákat adhatunk a képhez maszkok tárolására, amelyekről természetesen tanulni fogunk, és szerkesztésére. Ezek lesznek az úgynevezett alfa csatornák. Egy képnek maximum 24 csatornája lehet. Következnek a grafikus fájlformátumok. A rajzoló programokat, rajzoló kép feldolgozó programokat alapvetően két nagy csoportba soroljuk. Beszélhetünk úgynevezett vektorgrafikus programokról, például ilyen a CorelDRAW és a pixel grafikus programokról. Alapvető különbség köztük, hogy a vektorgrafikus programok azok vektorfüggvények segítségével állítják elő a kimeneti formátumot, míg a pixel grafikus programok, például Paintbrush és hát a mi általunk majd ismertetésre kerülő GIMP is pixelekből állítja elő a képet. Vektorgrafikus formátumokat láthatunk itt alul. Nagyon ismert a PDF formátum, illetve az CDR, az AI, VMF, tehát mindegyik elég sokszor használatos. Pixel grafikus file formátumok. A bitmap, tehát a bitértékes képek használnak képinformációk tárolására. Az eredeti képet képpontokra bontva tárolják, külön az elhelyezkedési pontot, illetve a színértéket. E képek nem nagyítható korlátok nélkül ellentétben a vektorgrafikus formátumokkal. Ha alacsony felbontásban nyomtatjuk, vagy erős nagyításban nézzük őket, akkor felismerhetővé válnak az egyes pixelek a képen. Az eredeti kép tehát mozaikszerűen épül fel a pixelek halmazából, azonban a szem felbontó képességének határai miatt a képet folyamatosnak érzékeljük. Ebből adódik, hogy minél nagyobb a felbontás, annál jobb minőségű egy pixel grafikus kép, amit mondjuk a gyakorlatban már biztos, hogy mindannyian tapasztaltak. Pixel grafikus fájlformátumokról még néhány
hasznos információ. A nagyíthatóság korlátainak hátrányát ellensúlyozza az, hogy a bitmap képek nyújtják a legjobb lehetőséget a finom árnyalatok, illetve színátmenetek ábrázolásához. Az egyes pixelek intenzitását 0-tól 255-ös skálán, fekete jelenti a nullát, fehér a 255-öt, egy mátrix elemeinek értéke határozza meg. A kép feldolgozása során e mátrix értékeit transformáljuk. Például, ha megnézzük a következő képet, akkor az első, erről a békáról, leveli békáról egy normál intenzitású kép, a második egy csökkentett intenzitású kép, a harmadik a kép negatívja, ilyenkor a mátrix elemeire vonatkozó y egyenlő 255 minusz x transformációt végeztünk el, a negyedik negyediken egy szűrés művelet történt, amikor egy bizonyos intenzitás tartományt eliminálunk, például a threshold operátor vagy küszöb operátor ad ilyen képet, ilyenkor egy adott intenzitás alatti pixeleket kinullázunk, és az ezen intenzitás küszöb felettieket pedig állítjuk maximálisra, és azokat átengedi a szűrő. Illetve hát van egy ötödik képünk, amikor ezt a képet egy színuszhullámú zaj zavar terheli, és lehet látni, hogy a színuszhullám ugye emelkedő, illetve csökkenő hullámainak megfelelően hol fényesebb, illetve sötétebb a kép. Pixel grafikus file formátumok, tehát a Windows nagyon jól ismert bitmap formátuma, a TIFF, a JPEG az interneten legismertebb formátum, a GIF, a PCX, ami szintén a Windowshoz kapcsolódik, PNG, ez is egy nagyon ismert internetes formátum, TGA, az a Macintosokon, és hát ez is a Mac-en elterjedt fontos formátum, a PSD, az Adobe Photoshop file formátuma, minden fontos és ismert formátumot támogat, és hát az XCF végül, ami a GIMP-nek a natív formátuma. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket, és akkor jöhet a gyakorlati munka. Elérkeztünk az utolsó